Алиса, почему хорошее хорошо, а плохое плохо? Готовишься к философскому заданию? Нет, просто, просто интересно твое объяснение. Хорошее считается хорошим, потому что окружение считает это хорошим, а плохое плохим, потому что окружение считает это плохим. Так, ты тоже считаешь, что тот, кто для одной группы плох, для другой может быть хорош. Конечно. Как ты хороша? Уже сейчас кому-то плохо от того, что я даю такие ответы. Хелло С Рихардал. A legfőbb hír az hogy visszatértem Szicíliából, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy az ottani emberek mennyire máshogyan gondolkodnak arról, hogy mi a jó és mi a szép, mi a rossz és mi a csúnya, mint akár csak Észak-Olaszországban. Teljesen mindegy, hogy mit gondolsz a világról, hogy melyik konfliktusban kinek drukkolsz, vagy milyen jövőt szeretnél. Jó, ha most erre a nem rövidám hosszú monológomra odafigyelsz, meggyőzni nem akarlak, de Elgondolkodtatni azt igen. Én mindig utáltam a különféle izmusokat, ezek okozzák a legtöbb kárt. Ezekkel tudsz ugyanis tömegeket megmozgatni és uralni, ezek formálják a világot, ahelyett, hogy minden maradna úgy, ahogy volt, és mindenki ott maradna, ahol volt. Mert hát kinek tetszik, hogy lent van, ugye, szeretne feljebb kerülni. Az ideológiák miatt az elfogadott Pontosabban elvárt viselkedés miatt lesznek különböző társadalmi szerepek, minden korban meg rendszerben, és ez kényszeríti az embert erre a társadalmi játékra, aminek a vége a legsúlyosabb esetekben a kritikai gondolkodás hiánya. Ha az egyén elhiszi, hogy a világ legjobb rendszere az, amelyben él, nem szeretnék újjal mutogatni, pedig egy szicíliai buszmegállóból, ahol a menetrend ellenére sem lehet távozni busszal, mert a busz az nem jön. Ezért 40 percet sétál le az iskolás lánya hegyről, csúszós kövek között, hogy eljusson a vasútállomásra. Szóval onnan éppen tudnék, vagy a rendőrösről, ami látszik, hogy 50 éve nem nyúltak hozzá, de azért előtte ott áll a új alfa rendőr autó. Szóval az ideológia mindig a hatalom szolgálatában áll, az ideológia mindig a logikus és tudományos gondolkodás meg a józan paraszti ész ellentéte, viszont az emberiség egyszerűen nem létezhet ideológia nélkül, mert abban a pillanatban, hogy néhány ember egy kis csoportot alkot, kell valami, ami összeköti őket, amiben közösen hisznek, meg bíznak, különben nem lennének együtt. Ezért van az, hogy amikor egy nyugati értelemben vett fiatal városi értelmiségi teljesen elmagányosodik, akkor ezt úgy éli meg, hogy minden ember szemét Senkiben sem lehet megbízni, és soha senkiért sem adná fel a függetlenségét, mert nem akar kiszolgáltatott helyzetbe kerülni, hiszen bármikor csalódhat valakiben, és nem akarja ezt átélni, ez viszont ugye azért van, mert ő nem hisz semmiben. Nincsenek olyan lelki kapcsolódási lehetőségei, amelyek lehetővé tennék azt, hogy valakiben minden észérvet kizárva vakon megbízom. Hiszen, ahogyan az imént elmondtam, nem akar kiszolgáltatott lenni a saját önálló életét éli, ami innentől kezdve törvényszerűen magányos, még akkor is, ha kapcsolatban él. Az a fajta vakbizalom, amit az anyja iránt érz a gyerek, hogyha bármi van, akkor ő kell neki, mert anya segít, akkor biztonságban érzi magát, sokakban már nem tud kialakulni, mert annyira nem bíznak meg másokban, még akkor sem, ha sosem csalódtak benne. Addig, hogy ez lehetetlen, így nem alakulnak ki felnőtt korban új családok. Ezért a közös remény, a hit, a közös célok, de leginkább a saját magunkról alkotott közös kép, mint egy kis közösség, mint egy család, vagy mint egy ország, ugye? Szóval nem alakul ki. Az ideológia ugyanis elengedhetetlen eleme az emberi együttélésnek. A legcukibb ebben, hogy az ideológiába vetett őszinte hit nem is szükséges, a racionális számítás alapján is el lehet fogadni azt. Egyszerűen alkalmazkodsz hozzá, mert a környezeted ezt várja el, te meg nem akarsz bajt, vagy hogy elvigyél a fekete autó, megkövezzenek, esetleg Guantanamo-találd magad. Sőt, ha igazán alkalmazkodó képes vagy, egyeseknek ugye köpönyeg forgató, akkor bármilyen rendszerben tudsz érvényesülni és a megfelelő ruhába átöltözni, ha elég intelligens vagy hozzá. Viszont a legtöbb embert az ideológia egy funkcióvá redukálja. Az elvárt viselkedés egy hamis morálá válik. Erre egy példa, hogy a 2000-es években Magyarországon már nem volt divat használni azt a szót, hogy néger, és hát ez még az átlag, sőt, az átlag alatti képességű emberek is érezték, hogy nagy nyilvánosság előtt most nem divat ezt a szót használni, és egyszer egy TV interjúban egy utcán megkérdezett bácsi, nagyon ki akarta mondani, de érezte, hogy most más szelek fújnak, szóval a legelső helyettesítő szó, ami az eszébe jutott, az a szerecsen volt. És akkor érezte, hogy ez sem biztos, hogy elég pókorrekt, akkor azt mondta, hogy negró, mert ő mert ő tudja, hogy ez egy latin szó és azért ezt szabad mondani. Na, ez történik, amikor valaki elfogadja ugyan az elvárt viselkedést, de valójában nem viselkedne így, mert nem hisz benne. Ebből áll a többség ma a nyugati világ keleti felén legalábbis biztosan, például Magyarországon is, a nagy áruválaszték, meg a szabad utazási lehetőségek érdekesek. Jó pofa dolog ez a független bíróság is, hogy technikailag bárki alapíthat pártot, meg indulat a hatalomért, de ez a sok kényelmetlen hülyeség, hogy élethosszig tanulás, politikai korrektség, idegen nyelvtanulás, meg a többi hóbelebanc, hát ez, ez nem kéne. Eltűrik, mert most ez van, de sokan nem szerelmesek belé. Helyette az volt, hogy hát a nyugati világban lehet a legjobb életszínvonalon élni. Ez volt a racionálisok, az illúzió ebbéli virtuális megélésére, az alkalmazkodáshoz racionális alapon. Tehát jó, akkor, akkor legyen ez. Na most éppen ez kezd megmakkanni. A társadalom nagy részét képmutató, cinikusok és szolgák alkotják mindig és mindenhol, akikből az ideológia által megkonstruált elvárt karakter keletkezik, minden emberi elemtől megfosztva, és ha belegondolsz a nyugati világ a humanizmus nevében, valójában a dehumanizáció története a haladás nevében, de a progresszió, a fejlődés ugye a lényeg, és lassan már ott tartunk, hogy emberekre nincs is szükség, mert a mesterséges intelligencia kitanulja a minták alapján a konkrét egyén ízlését, elvárásait, és hát tökéletesen generál neki képet, szöveget, vagy éppen zenét, tervrajzot, akármit az egyén igényei szerint. Viszont, mivel a nagy fejlettségben ideális körülmények között nincs szükséged senkire, saját magad el tudsz lenni jól vagy rosszul, anélkül, hogy bárkire is szükséged lenne, ezért nem kell alkalmazkodnod. Szabadság, ugye? Nem kell alkalmazkodni. Nem kell kompromisszumokat kötni. És nincs ott az esély arra, hogy valakinek csak az alárendeltje legyél, hogy elbukj egy versenyben, ugye? Egy emberrel szemben, aki mindig ledominál, akire hallgatnod kell, akit követned kell, akivel akkor is együtt vagy, ha a gyengének találtatsz vele szemben. Mondjuk az élettársaddal szemben. A vállások sem azért következnek be ekkora számba, mert valójában ne tudnának többségükben együtt maradni, csak munkát kellene a kapcsolatba fetszölniük, Szóval nem ezért van ez, hanem azért, mert nincs senki a környezetükben, aki megszólná őket, nincs egy külső kényszer, egy elvárás feléjük, hogy küzdjenek együtt tovább és viseljék el egymást. Tegyenek bele munkát. Márpedig, ha lassan semmit se kell, viszont egyre több mindent lehet, akkor egy idő után az egyén élete értelmetlenné válik, mert az értelmet a másik ember adja, a gyerek, a társ, a szülő, a barát, a többi ember és hogy hogyan tudsz velük egy közösséget alkotni. Há vannak dolgok, amikben együtt hisztek, amit együtt gondoltok helyesnek. Ez nem azt jelenti, hogy egyetemesen helyes és jó dolog, hanem hogy szerintetek az. Ezek azok a dolgok, amikre a szüleid neveltek, amit te kitapasztaltál, és amit tovább akarsz majd adni a saját gyerekeidnek. Az abszolút monarchia, az alkotmányos monarchia, az általános választójoggal operáló demokrácia, a szocializmus, a liberális demokrácia, meg az összes többi ilyen izé, az mind-mind csak adottság, körülmény, amihez az emberek többsége alkalmazkodik, ameddig akar és tud. Mostanra a személyes degradáció új szakasza, a mesterséges intelligencia megjelenése, amely elvonja a legtöbb ember funkcióit, és egyszerűen túlterheli lehetőségekkel. Az élet sokaknak információvá válik, amiben bármit lehet, mint egy álomban, közben meg egy rohadt nagy kaptárban élnek, ahová még a kaját és úgy szállítják oda az ellátóhelyekről. A ruháról nem is beszélve. Egy olyan helyről, ahol eközben a valóság zajlik, és a haverok puszta kézzel túrják a földet, vagy bányásznak egy-egy veszélyes anyagot, esetleg hát barnak nekik ruhát. Mert ők annyian vannak, mondjuk a Kongói demokratikus köztársaságban, hogy az életük és az idejük annyira értéktelem, hogy nem éri meg őket robotokkal helyettesíteni, ugyanis a robot sokkal drágább, mint ők. De mivel ez messze van, és ritkán ír róla a Guardian, ezért nincs a legégetőbb ezer probléma között, így a világ érdemi részének kihasználása azért, hogy a nyugati világban jól éljenek és ilyen. Nagyszerű elméleteket. Te nézzenek át együtt, és éljék meg illúzióként valahogy nem olyan problémás, mert messze van. Az emberek félnek, és kerülik a valóságot, nem akarják tudni, hogy mi veszi őket. Körül legfeljebb annyiban, ami a biztonságérzetük alátámasztásához kell. Hogy ki az ellenség, meg ki a jó, és akkor mi így együtt eleszünk el velük szemben. Az internet ki is szolgálja ezt, hiszen olyan tartalmakat tesz eléd az algoritmus, ami miatt maradsz, tehát még több reklámot látsz. Az embereknek folyamatosan gondolkodnia kellene, folyamatosan kételkednie kellene, látnia kellene az élet valódi állapotát, ahelyett, hogy mindenben illúziókat keresne, pozitívakat és negatívakat is, és nem csak szórakozásként keresni az illúziót. Nézd meg most a híreket, meg a világot, vannak oldalak. Végtelenül egyszerűsítve, mondom, végtelenül egyszerűsítve vannak azok, akik a nyugati világot szeretnék, és van a másik, nagyon vegyes csapat, sok országgal, sok különböző ideológiával. Bennük csak az a közös, hogy végre ezt az igazságtalanságot, hogy a nyugat és főleg az USA vezetése szab meg mindent a Földön, ezt hát el kellene kezdeni végre borogatni. Ennek az a következménye, hogy más szabályok lesznek, ha ez összejön, és teljesen más társadalmi berendezkedések is lehetnek ebből, és most valaki másnak lesz rossz. Lehet, hogy éppen a középosztálynak. De hát a történelem az nem áll meg. Te pedig nyilván arra vagy kíváncsi, hogy kinek van igaza. Ki a jó és ki a rossz. Hogy Oroszország a jó, és Ukrajna a rossz, vagy fordítva hogy Amerika jó, vagy Kína jó, vagy mindketten rohadjanak meg, vagy Izraelnek van igaza, vagy az araboknak, és így tovább. Minden oldalon vannak fiatalok, akiknek a szülei odavesztek az egyik vagy a másik oldalon, és ezért elmentek bosszút állni. Mert ha például szétlövik a házadat Gázában, és rázuhant az anyádra meg az apádra az épület, jó eséllyel harcosnak állsz, akár öngyilkos merélőnek is. Nem biztos, de elég valószínű. Ahogyan a kötelező sorkatonai szolgálat után is ott maradhatsz az izraeli hadseregben, ha a szüleidet lemészárolták, vagy elrabolták a gázaiak. Nem biztos, de valami nekem ez súgja. És most akkor azt gondolod, hogy mi értelme is van ilyen hírekről beszélgetni, hát mindenki bűnös kicsit, ugye? Vagy éppen azt gondolhatod, hogy nem, az egyiknek nagyobb fájdalma van, meg nagyobb igazsága, esetleg csak kedvesebb neked, vagy szimpatikusabb, és ezért a neked szimpatikus fél nyerjen inkább. Na, hogy biztosan megértsük egymást, elmesélem, hogy Szicíliában arabok, normanok és spanyolok is jártak, meg még sok neki más, és hát csináltak ott, vagy ezer éve épített mecsetből katolikus templomot, ami a mai napig áll. Palermo városának egy része mai napig arab nevet visel, és az akkori városból lett a mai nagyváros. Ugyanis ezek a dolgok, ezek olyanok, hogy egymásra épülnek. Ott a sok-sok idő alatt rengetegen meghaltak az ilyen, olyan, amolyan oldalakon, és aztán lett belőle az, ami most van. És majd lesz belőle más évszázadok múlva, mert a történelem ugye nem állt meg többségüknek, akik ott az egyik vagy a másik oldalon tettek, vettek ezer évvel ezelőtt, meg ötszáz évvel ezelőtt, a mindenható egy dolgot biztosan adott. Elszántságot. És ez a nyílt elszántság a titok. Ezért mondtam el ezt a sok mindent. Az elszántságot korszaktól meg körülményektől függetlenül kevesen mondhatják el magukról, csak azok, akik ezt a sok kicsi bárányt vezetni tudják ilyen vagy olyan irányba. Ha igazán elszántak vagyunk, akkor semmi, ami körülöttünk történik, nem érint meg minket. Akkor csak a cél van. A legrosszabb, ami történhet, az az, ha meghalunk, de hát ez előbb-utóbb úgyis be fog következni. Ha viszont egy közösség megosztott, akkor kételkedik saját magában és a többi tagjában. Ezeknek nincs esélye. Mondok is erre két betűt. E meg U lehet, hogy most azt gondolod, hogy az egyik vagy a másik oldali politikus, az egyik vagy a másik oldalon a rossz, és te vagy a jó, és játszunk el a gondolattal, tegyük fel, hogy nem te tévedsz, és neked van igazad. De jó, ha tudod, hogy annak a másik általad utált embernek a környezetében is vannak olyanok, akik őszintén hisznek benne. Akik őszintén jó szándékkal tesznek számodra megvetendő, undorító dolgokat, mert őszintén hiszik, hogy amit tesznek, az helyes. És azt hiszik őszintén, hogy ők a jók. És ez feljogosítja őket a tetteikre. Ettől a hittől lesznek ők erősek. Ugyanis senki nem úgy kell fel, hogy rossz dolgokat akar aznak csinálni, hanem úgy, hogy amit tenni fog, az helyes. Ha azt hiszed, hogy te és a neked szimpatikus emberek a jók, de ti együtt nem hisztek magatokban, vagy nem tudjátok, hogy kik is vagytok valójában, kik tartoznak közétek, és kik nem, és mitől vagytok ti együtt azok, akik vagytok, hát akkor el fogtok bukni. Családként, baráti körként, munkahelyként, cégként, városként, országként, meg birodalomként is. Mert nem képeztek erős közösséget, aminek közös meggyőződése és hite van. Anélkül pedig nincs kitartás, mert ugye nincs miért, a tálibok húsz évig kitartóan ültek a barlangjaikban. És kivárták, amíg visszafoglalhatták Afganisztánt. Ettől ők még nem lettek jobb arcok, csak győztesek. Mert ők nem a pénzért, nem a jólétért, nem a kényelemért, nem a következő heti népszerűségi felmérésért tartottak ki, hanem azért, mert elhitték, hogy sikerülhet. Csak ki kell tartani hozzá. Ja, húsz évig. Tudod, mi a kapcsolat a tudás és a képzelet között? Hogy a tudomány a képzelet gyermeke. Ha nem tudod elképzelni, hogy mit lehetne még, akkor nem is próbálod meg. Az illúzió és így az ideológia tehát nem arra való, hogy önmagáért szeressük, hanem azért van, hogy rávegyél embereket arra, hogy együtt elérjenek valamit, mert elhiszik, hogy attól nekik jobb lesz. Az illúzió és az ideológia ugyanis csak csökkentett módban futó képzelet. Eltávolít attól, aki valójában vagy, és egy lila ködbe ültet, amitől nem látod a valóságot. És ha túl sokat kapsz belőle, akkor olyan, mint a drog. Hogy nem vagy meg többé nélkül, mert a valóság túl szörnyű és túl unalmas. És hát nem egyezik azzal az idealizált képpel, ami a fejedben van. Na, ezért unatkoznak a nyugatias, kényelmes életet élő emberek, mert elviekben már bármit lehet. Politikusként semmi más dolgod nincs, mint hogy az emberek pénzét, szándékait, életét kontrolláld úgy, hogy a lelküket és az agyukat aféle varázslattal lefoglalod. Félelmet kell tesz bennük. Rájátszol a valódi félelmeikre, a meglévő félelmeikre. Hogy jön soros és átműtett transzmigránsá, vagy, hogy jön Putyin és beköltözik a spájzotba, ahol megerőszakolja a mosógépedet a csipjéért, hogy rakétába szerelhesse. Politikusként csak felfestett, hogy egy konfliktusban ki a jó és ki a rossz, áldozatul esett gyerekeket mutogatsz a neked fontos oldalakon, együttérzés, csiholsz és empátiát. Aztán mennek veled. Egy dolgot nem kell közben csinálni senkinek, azt nem szabad gondolkodni. Fú, az nagyon veszélyes. Ahhoz egyébként is tudni kell ezt azt. Ha meg ugye kinek van ideje két illúzió hapsolása között. Na, csak lehetne mindezt az egészet jóra is fordítani. Jól is lehetne ezt csinálni, hogy több legyen tőle egy közösségnek, kevesebb. Ezt nekem, aki tizenéves kora óta abból él, hogy illúziókat gyárt igazán elhiheted. Sky News. szünek továbbra is arra számít, hogy tavasztól felszállnak a ruandai járatok. Itt uh, nem egy brit ruandai turisztikai eljárásról van szó, hanem arról, hogy a brit miniszterelnök nagy vágya, hogy az illegálisan, tehát például csónakokon érkező migránsokat Ruandába deportálhassa végre egy államok közötti egyezmény alapján, ugyanis Ruanda már két éve belement, hogy hozzáküldjék a migránsokat, gondolom nem ingyen mögöttem nem a Sky News figyelhető meg, hanem a ruandai televízió műsora. Fontos, hogy nem ruandai migránsokat, és még csak nem is a környező országokból származókat, hanem mindenkit. Tehát mondjuk a libiai migránst is simán oda küldik majd Ruandába. Ez mennyivel humánusabb megoldás, mint például a kerítés. Nem hazaküldöd, ahová jogilag nem lehet, mert ott lőnek, hanem Ruandába kreatív, be akart vándorolni valaki. Nagy-Britanniában, de helyette Ruandába küldték repülővel. Csábító ajánlat. Nyilván többen inkább Franciaországban maradnak, mert bár egyre kisebb a különbség Ruanda és Franciaország között, de azért még van. Na most, British Sunak épp azonban, hogy még a brit választások előtt elindulhasson az első deportálójárat Ruandába, mert kell a deportálós hír szavazatra, ahogy a legfőbb hírben említettem, az illúziógyártás egy rendkívül fontos feladat, és hát mi lehet látványosabb illúzió egy fejlett, irídlésre méltó és mindenki által vágyott nyugati alkotmányos monarchiában, mint a bevándorlók deportálása Ruandába, ahol ugye biztonságban már nem lőnek, és ami a legfontosabb, hogy külföldön van. Nem már, hanem ez nagyon külföld, ugyanis eredetileg Belgium gyarmata volt, Burundival együtt lettek függetlenek ők Belgiumtól. Amikor a belgiumiak, mert hogy olyan nép, hogy belga nincs, de most ebben nem megyek bele, szóval a belgiumiak elengedték ezt a gyarmatosítás nevű izét. És akkor most képzeljük el, ahogy Kigaliba megérkezik az első deportációs járat. Van ugye a demilitarizálás, a denacifikálás és a deportálás. Ez utóbbi. Ez ez csak a fejlett nyugaton fordulhat elő. Tolnák is már nagyon. Emberbarátság, humanizmus, mi mind együtt vagyunk, és mind egyéniségek vagyunk, és mindenki értékes ember, stb. Szóval, amikor az első videók megjelennek arról, hogy a döbbent afgánok, irakiak és libiaiak kitotyognak a gépből, és azt mondják nekik, és mostantól itt fogtok élni? Na ez lesz az a pont, amikor több illegális migráns nem akar többé Nagy-Britanniába menni. Ez egy jó ötlet, én ezt abszolút osztom. Csak ha mondjuk Orbán Viktor küldte volna őket Ruandába tíz évvel ezelőtt, akkor még szankciókat is bevezettek volna Magyarország ellen, de ha Nagy-Britannia vezetőjeként csinálsz ilyet, akkor ez nem is olyan nagy baj, hiszen Nagy-Britannia egy jogállam. Hát lesz némi nyavajgás, de ennyi. Hát olyan lesz ez a videó, amikor végre megtörténik ez az első deportálás, mint amikor a Tajik terroristának a hátára térdeltek az erdőben Oroszországban, levágták a fülét és beletömték a szájába. Hogy aki nem elég okos, érteni tudjon. Szép szó helyett a félelemből. Ahogy a legfőbb hírnél jeleztem, az ostobát máshogyan kell motiválni, mint az értelmeset. Most az a folyamat zajlik éppen, hogy a britek jogászkodnak, hogy mégis miként mehetne át a különféle jogszabály ez az ötlet, hogy alkotmányosnak találják ezt a nagyszerű módszert, mert ugye a legfontosabb dolog a jogállam, hát valami fontos, csak, 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 csak a jogállam, anélkül ugye nincsen semmi sem, tudjuk. Például a szabadság sem adott, meg emberi jogok sincsenek, ellenben Ruandában egyébük sincs. Arról híresek. A ruandai jogállam az olyan ritka kincs, mint a német romantika, az orosz kifinomultság, az amerikai egyenesség, vagy az olasz halkszavúság. Mas News Az új Su-35 vadászképek szállítmánya a Kamszamoszki repülőgépgyártóból az IL-114-300 próbaüzeme és a KM-55 plazmahajtómű. A Másnőz YouTube csatorna új videójában az új vadászgép szállítmányról, az amelyeket a Kamszamoszkna Móri repülőgépgyárban gyártottak, ugye? Az IL 114-300 regionális utasszállító tesztprogramjáról, valamint a KM55-ös plazmahajtómű sikeres próbájáról is meséltek. Szóval ipari és haditechnikai híradóról van itt szó. Azért akadt meg rajta a szemem, és azért került be ide a news mert egyetlen részben annyi újítás van, annyi sikeres tesztüzem volt Oroszországban, hogy a világ összes mosógépének csipjei már az oroszoknál lehetnek. Itt van például a megoldás a regionális utasszállítók problémájára. Régóta gond volt Oroszországban, tehát még a speciális katonai művelet kezdet előtt, és ugye a szankciók előtt is, hogy az Isten háta mögötti helyeken, ahová csak repülővel lehet nagy távolságra lejutni, kellene sok-sok új gép, ami a körülményekből adódóan csak csavaros lehet, és hát ezekből jól lenne sajátot gyártani. És most, mint szinte minden kategóriában, elővettek egy régi tervet, új anyagokból sokkal könnyebbre gyártják, csinálnak bele egy modern pilótafülkét, aztán nagyjából ennyi az avionikai cuccokat lemásolták, és mivel régi tervek átdolgozásáról van szó, nagyot hibázni aztán nem lehet. Bár most, hogy belegondolok, esélye az Airbus mellett a Boeing is, hiszen a 737 az mindig 737, csak annyira kimaxolták a profitérséget, hogy véletlenül kihagyták a csavarokat az ajtóból, és repülés közben kiszakadt, meg pár gép különféle módokon lezuhant. Szóval, de lehet nagyot hibázni, de ez arra felé egy elkerülendő dolog, mert uh, aki ezt a hiba lehetőséget megengedi, az hamar kiesik egy ablakon. Vagy, vagy aki szakadt ajtó, ez pedig igen motiváló a hat. Seattle Times. Hírvállalatok sürgetik biden és Trumpot, hogy kötelezzék el magukat a 2024-es kampány elnöki vitáiban való részvételre. Ha már Boeing, akkor legyen ez a hír Seattle Timesból. Az ABC News a CBS News, a CNN, a Fox News, meg a többiek aláírták ezt a nagyszerű nyílt levelet. Ebben az áll, idézem, bár még korai minden jelöltet meghívni, már nem korai azon jelöltek számára, akik megfelelnek a vitában való részvétel kritériumainak, hogy nyilvánosan kinyilvánítsák támogatásukat és szándékaikat a részvételre. Ez a semmi felül fogalmazása, zseniálisan megy az angol nyelv területeken érzik, hogy mekkora nézettsége lenne, ha valamelyikük megrendezhetné azt a vitaestet, amikor Biden és Trump előadják a szomszédnője mindig zölde párosát, ahogy együtt küzdenek az Amerika nevű özvegyasszony kegyeiért. A trustaltalomra mindig volt igény, és hát micsodálatosabb lehet annál, mint ha komoly dologként tudnak eladni valamit, amiben az egyik szereplő megkérdezi majd, hogy mikor kap végre fagyit, a másik meg egy nagy fekete filcet csupa nagy betűvel simán felírná a farra, hogy Joe Biden egy loser, a fia pedig drogos, aki miatt Ukrajnát támogatja az öreg. Ha tetszik a news, akkor most arra kérlek, hogy iratkozz fel, ha még nem tetted meg, írj egy kommentet és lájkold ezt a videót, hogy ő együtt küzdj a többiekkel az algoritmussal szemben. Szerencsére ezt a küzdelmet nem egyedül kell ugye megtenned, mert sokan részt vesznek már ebben a harcban, és ezt külön köszönöm nekik. Ha pedig támogatni szeretnéd a csatorna működését, akkor a leírásban található módokon teheted er ezt meg. Ezt is köszönjük. Amennyiben szeretnéd támogatni a nyuszt, megteheted banki a tutalassal, Paypalon és itt a Youtube-on is bevett információ a leírásban. Köszönjük! The Minute. Hadsere 2.3 szám, amely bemutatja a francia fiatalok patriotizmusának éledését. A védelmi és állampolgársági napok és a hadsereg reklámjai úgy tűnik vannak az ifjú generációra. Írja ezt ez a nagyszerű ingyenes napi újság, amelyet elsősorban ingázók számára jelentetnek Franciaországban, tehát úgy osztogatják, mint annak idején a Metró című nagyszerű újságot Magyarországon. Azért 20 perc a lapneve, mert szerintük ennyi idő alatt lehet elolvasni a napi fizikai újságot. Hát mondjuk talán nem minden francia országban élő tudná elolvasni. Úgy egyébként, nem hogy 20 perc alatt, vagy akarná, viszont tekerni belőle ezt vagy azt azért tudna, vagy befűteni vele. Arra még jó, a tartalmába belemélyedni annyira nem érdemes, mert most például azt állítják, hogy a 18 és 25 év közötti francia ifjúság körében példátlan eredmények születtek. Nagyszerű tanulmány készült el ugyanis. Kételen vagyok idézni, mert összekaparom magam. Egy olyan patriotizmus újjelédése van itt most, amely választ az értelmezés, elköteleződés, hasznosnak érzés igényére. Hasznosnak szeretnék magukat érezni a fiatalok Franciaországban. Hát ezt pont a lövészárkokban lehet a legjobban, amikor jön felét az az orosz tudsz, ami begyújtja körülötted a levegőt, elszívja az összeset körülötted, vákumot csinál, és a tüdőd belülről meggyullad. Na, a cikk szerint ilyen érzés lehet, amikor egy francia fiatal hasznos. A kérdés az volt, ha Franciaország védelme megkövetelné, hogy az ország háborúba lépjen Ukrajnában, készen állna-e a védelmére. És a megkérdezettek, legyenek itt a pontos számok, mert nehogy véletlenül orosz propagandán kapjanak. A megkérdezettek 51%-a válaszolt igennel, ebből 17% teljes mértékben igennel, és 34% talán igennel. Figyelsz? 34% hát talán igen, 34 Hát így nekem is kijön az 51 százalék. A fiúk majdnem negyede 24 százalék válaszolt teljes mértékben igennel, szemben a lányok 12 százalékával. Azt hitted, hogy csak a fiúkat kérdezik meg. Franciaországban. Aradi vagy. Na, na, hogy a lányokat is megkérdezik, nem csak azért, mert egy ilyen hanem azért is, mert hát ha eredetileg fiúk voltak, és akkor duplán ére válaszuk. Igen. De sokkal érdekesebb a kérdés, úgyhogy elemezzük együtt, jó? Hát, ha régen jártál iskolába, vagy nem ragadt rád a nyelvtanból túl sok. A kérdés tehát, ha Franciaország védelme megkövetelné, hogy az ország háborúba lépjen Ukrajnában, készen állna-e a védelemre? Ez egy összetett mondat, amely egy feltételes mellékmondatot és egy főmondatot tartalmaz. Ha, ezzel indulunk, ha feltételes mellékmondatot nyitja meg. Franciaország védelme, ez a mondattárgya, ami az ország biztonságát előli, megkövetelné az ige, ugye a feltételes mód multidejű alakját veszi fel, mert hát ugye feltételes cselekvést szeretnénk itt kifejezni, hogy az ország háborúba lépjen Ukrajnában. Ez a beágyazott mellékmondat lenne itt, ugye, hogy milyen cselekvést igényelne a feltétel teljesülése esetén. Ne el, mert most jön a fő mondat, a mondatban az alany az el van hagyva, de a kontextusból adódóan értjük. állna, ott is van egy na, az igen a feltételes mód múltidejű alakjában van, amely a főmondatban a cselekvés lehetőségét szeretné ugye most itt kifejezni. Készen, ez ugye egy állapot lenne itten, védelemre, ez ugye a cselekvés tárgya lenne, e-e, kötőjel e, e ugye, ami hát egy kérdőszóvá. Avanzsál, ha már françoák, és ez a mondat így, hogyha ezt végig gondoltuk így az iskolákban tanultakból, akkor látható, hogy egy tipikus példa a feltételes kérdőmondatra, amely egy feltételes helyzetet és annak lehetséges válasz fogalmazza meg. A feltételes mellékmondat megadja a feltételt, a főmondat meg ugye arra kérdez rá, hogy ez alapján milyen cselekvés vagy állapot következhet be. Tehát ez a helyzet nincs. Nem áll fenn. Csak fennállhatna. És ha fennállna, akkor mi lenne? Akkor minek kérdezik meg? Na azért. The Sun. Storm Shadow rakéták, tengeri drónok és új F-16-osok. Ukrajna száznapos terve, hogy végleg elpusztítsa Vlad. Hát nekik csak Vlad. Érted? Putyin. Ilyenben vannak, érted? Vlad, 3 milliárd fontos hídját és elvágják a háborús gépezetet. Színvonal. Tértem én, hogy ez a szánnetet? Mégis. Szóval a másik nagy kedvenceink, a britek most arról olvashattak egy pompás szöveget, csodálatosan megrajzolgatott térképekkel, hogy Ukrajna célul tűzte ki, hogy véglegesen elpusztítsa a Krimi hidat július közepére. Deadline. Július közepe. Most Tuti. És ez bizony ukrán tisztségviselőkre hivatkozva írják, tehát az ukránok azt mondták nekik, hogy ez lesz. Még térkép is lett róla. Igen. Meg is rajzolták, hogy mit, honnan, hova, merre, eddig. Aztán majd erről is azt mondják később, hogy hát a csúnya oroszok megtudták a tervet a kémeik segítségével, aztán nem sikerült. Pont mint a legendás nagy ellentámadás, amiben sikerült az összes összekunyarát tudsz elfüstölni, és veszni hagyni csomó odavezényelt szerencsétlen embert. És aztán a következő lépés a krim visszaszerzése a nagyszerű cikk szerint, és ahhoz is lett térkép, haditerv, magyarázó szöveg berajzolva, tudjad, irány, vonal, hogy. Erre mennének, arról jönnének, ennyien, és a többi. De az oroszok meg ugye biztos nem tudnak angolul, és netük sincs. Persze. Mit is mondtam az illúziógyártásról? Emlékszel? Na. Azt azért ennél a hírnél hozzátenném, hogy itt ezt az illúziót csak azt hiszi el, aki már valamilyen szere rajta van. Sajnos a történet folytatását nem foglalták össze a számban, pedig hát krím visszaszerzése esetén a gombafelhők a jegenyefákkal ellentétben, de felnőnek az égig. Defenders Iran Amennyiben az izraeli konfliktus folytatódik, nem csak, hogy Szíria egy új földi frontot nyitna, ami lehetőséget adna a több éves bosszú megtorlására Izrael ellen, de figyelmet kell fordítani Kínára és Oroszországra is. Nem az egyetlen forrás, több más iráni felület is azt írja, hogy Irán válaszára is válaszolhatnak az izraeliek, és ez megtörténik, akkor a sok válaszból kialakul majd egy visszhang, ami oda-visszaugrá majd, mint amikor kezdőprébek bekapcsolt mikrofonnal tátogva közel sétál a hangfalakhoz, és elkezd gerjedni, és végül már annyira vágja az emberek fülét, hogy behunják a szemüket is. Szóval nem csak nem hallanak, hanem már látni se látnak a fájdalomtól. Az irániak megüzenték, hogy szerintük most a nagykövetségű konzulátus épületének megtámadása után a hétvégi rakétázás és dronozás elteltével olyan egy-egyre állnak most, és ez nekik így most jó, a maguk részéről lezártnak tekintik ezt a dolgot, nem akarnak balhét. Én nem akarok balhét, hallod, nem. nem. Kaptál, de nem, nem, nem akarok balhét. Azt, hogy ki akar még itt balhét, azt meglátjuk. Egy másik iráni felületen egy értekes dologra hívták fel a figyelmet. Irán az egyetlen olyan ország a világon, ami három atomhatalom katonáit és bázisait is megtámadta már. Pakisztánét, Amerikáit és Izraelit is. Valamiért csak nem mernek nekik menni. С. Волт А. Ньюс. Турот Рихардал. Тэшек. Филир Мэрт. А. Гомп. Отказаш. Гомб. Нем. Нюмемек. Шаят Магат. Рихард Телеграм. Читарная. Тик. Эш. Инстаграм. Я. Иш. Трешек Быковетный. От. А. Иш. Касоном. Мара Эни. Касанюк. А.